Sziasztok! Akkor üdvözlök innen mindenkit, ha szétnézek akkor itt az 50-es villamosnál, ahol most éppen a teljes vonalon vágányzár van. Hát néhány slittet csinálok, ameddig be nem sötétedik. Ugye itt látjátok, itt le is van a vezeték földelve, és ott már a vágány is fel van szedve. Néhány slitt a pótlóbuszokról, néhány slitt magáról a vágányzár lokáról, vagy a pályáról. Egyébként a fő cél inkább az, hogy meg kell erősíteni a pályát a tapvillamosoknak, úgy tudom meg. És egy-két helyen meg valóban ráfér. És érdekesség ezen a vonalon még, hogy gyakorlatilag végig nyílegyenes a pálya, leszámítva ezt az ívet ott, amit ott látszik is kicsivel előrébb. De ha ezt nem nézzük, akkor teljesen egyenes. Szerintek a műanyag aljak itt is. Majdnem azt mondtam, hogy műanyag talpfák, de mondjuk... De hát akár az is lehetne. Pedig már nem tudom, hát nyilván ezeket fogják beépíteni. Nézzétek, itt már van egy új oszlop is, meg itt a betápot is korszerűsítik. És itt az új oszlopnak az alapja. Valébb, amit megmutattam, hogy itt az útátjárót is újra aszfaltozták. Tovább egyenesen. És az egykori villamos kocsi szín. Ugye az itt van a helyen, ez Rebiz üzletház. A Pepco van benne, úgy látom. Volt két, meg egy pesti pipi. És itt látszik az egykori kitérővágány, és ami a Rebizbe vezetett be. Nyilván volt itt több, és ez azért maradt, meg a túloldalon is még a váltó ott van. Hát itt... Szerintem erre nem volt itt még a nagypanel se kicserélve. Szóval, ha lesz valami nyoma a felújításnak, azt nyilván meg fogom mutatni. Lajos Mizsei sorompó, látjátok a vágány átszerés, hát itt se mókoltak a pályán. De mindjárt megnézem, hogy ha jön vonat, akkor ezt meg fogom vágni. Mutatom nektek, hogy a fénysorompóval fedezett átjáró, ahol ugye Üllői út, 50-es villamos és itt jön a Mizsei vonal, és 5 perc múlva fog jönni egy vonat. Megvárjuk. Egyébként a megálló onnan kapta nevét, hogy itt régebben volt egy kanos sorompó, amit innen a mögöttem lévő elházból kezeltek, és arról fog majd egy vonat jönni. Hát vagy Csörgős Inga, vagy Uzsi. És bizony, mindjárt itt a vonat. Ezek itt már hosszabb szakaszon vannak új póznák letéve, hát ilyen vezetéktartó szlopok, ott a régi, itt az új. Hát nyilván majd lebontják itt a felső vezetéket és áthelyezik az újra. Meg valószínűleg nagyobb kapacitású vezetéket raknak föl. Szerintem pont ez az a szakasz, ahol ki kell cserélni a vezetéket, meg nagyobbra cserélni a betápot, mert valószínűleg a kapvillamosokat már nem bírnál. És ahogy elnézem, itt elég hosszan, nagyon sokáig. Itt az új osztopok vannak.
ezt nézzétek, hát ameddig a szemmel lát, itt végig meg vannak az új oszlopok. De még annál tovább is. És hát akkor látjátok, ez van a másik oldalt. Valami itt is készül. Itt valami mókolás volt, és újra aszfaltozták az utat. És arra tovább béket él fele. És ezt nézzétek, itt van egy fel kibontott. De még új betonal is. Azok meg ott sinek. Ezeket is még nyilván kibontották a pályából. És szintén egy újra aszfaltozott átjáró, és nézzétek, bizony itt is új pálya épül. Itt van egy visszafogó váltó is. Azt szerintem ez korábban is volt, ezt nem most tették ide. És hát már majdnem készen van az új pálya. Hát, na ott viszont még az ágyazatot el kell teríteni. És itt arrafel, amerre a szem ellá semmi. És elérkeztünk az iparvasút megállóig. Ugye itt volt a nagy Burma egykor. Előttünk van a kibontott kereszteződés. És itt mindjárt, hogyha elmegy a busz, akkor a keresztidom ott mellettünk, megmutatom. Na szóval itt van a keresztidom. És hát gyakorlatilag olyan, hogy ezt egy pár napos vágányzár alatt maximum, hogyha szükség van rá, bármikor vissza lehet tenni. És ezt nézzétek, itt is újra lett aszfaltozva az átjáró, és van egy új oszlop. És Pest-Szent-Lőrinc véget ér, mindjárt ott vagyunk. És ezt nézzétek, itt vagyunk a végállomáson. Innen meg már a sín is hiányzik, itt vannak a talpfák. Ez nem tudni honnan jött ez a tanács, de most nem fogadjuk meg. De nézzétek, itt vannak a műanyag talpfák újmond, vagy hát ezek a műanyag aljak. Ezeket fogják majd beépíteni. És nézzétek, meg így néz ki. Most a helyzet. És itt a végállomás. Ott a túloldalt várakoznak a pótlóbuszok indulásra. És innen indulnak vissza a pótlóbuszok.